A vakációipar megdöbbentő módon évi 45 milliárd fontos üzlet. Ha rengeteg pénzt költesz, hogy napozz és szórakozz, akkor elvársz bizonyos színvonalat. Az ötcsillagosok közül csak a legjobb teszi meg. Három dolgot várok el egy ötcsillagos vakációtól. Luxust, luxust és luxust. El kell ámulnod, ha arra az adott helyre érsz. Egy kicsit királynőnek kell érezned magad. Elegáns hoteleketől. Számukra ez volt a tipikus luxusút. Luxus szállodahajókig. Foglaltunk egy szép kabint szép balkonnal. Nem akartuk, hogy a pénz a szórakozás akadálya legyen. Ha minden jól megy, igazi álom lehet. Tökéletes esküvő, tökéletes nászút, lélegzetelállító. De ha rosszul sül el a dolog... Rájöttem, hogy a lábam nem működik. Tudtam, hogy valami szörnyű dolog történt. Az katasztrofális lehet. Interjúkat készítettünk olyanokkal, akiknek katasztrófával végződött a nyaralásuk. Rémisztő volt. Mintha megkínoztak volna. Elviselhetetlen volt a fájdalom. Szintiszta horror volt. Azt hittük, elveszítjük a gyermekeinket. Ilyen, amikor az ötcsillagos nyaralásból rémálom lesz. Egy ötcsillagos nyaralásnál a legjobbra számítunk. De nem mindig garantált a nyugodt pihenés. Járatokat törölhetnek. Építkezhetnek a közelben. Terrorista támadás is történhet. Tornádók, cunamik, erős viharok. Vulkáni hamu hullhat. Mindenki azt hiszi, hogy csak azért, mert ötcsillagos útra fizetett be, megvette a napsütést is. De egy dolgot senki sem kontrollálhat, az időjárást. Egy adott típusnál tényleg a természet az úr. A szállodahajók népszerűsége bármely idegenforgalmi szektorénál jobban nő. Egy ötcsillagos hajóút pazar kényeztetés lehet. Egy ötcsillagos hajó nem csak úszó szálloda, hanem úszó falu is. Mindennel, amit csak akarunk. A konyhát gyakran Michelin csillagos séfek felügyelik. Remek szórakozásnak kellene lennie. Színházi előadásokkal, musicalekkel. Mindenhol szórakozás vár ránk. Persze a vakációk nem mennek mindig terv szerint. Tehát azt vártam, hogy hajózunk a Karib-tengeren, ott ülök a balkonomon és iszogatok. De nem így lett. Életem legrémisztőbb 48 órája lett. Mivel addig még sohasem hajóztak, a könyvelő Bill és a felesége, a marketinges Tánya úgy döntött, hogy hajózni mennek ők ketten, a két kamasz gyermekükkel és Tánya édesanyjával. Úgy volt, hogy pár éjszakát New Yorkban töltünk. Megnézünk ezt-azt, a Times Square-t. Majd a hajó lemegy a part mentén. Megáll egy trópusi szigeten, ami a végcélunk volt, és visszamegy éjszakra. Összesen 11.000 fontot pengedtek ki mindezért. Lefoglaltuk a szép kabint, a szép... Balkonnal. Nem akartuk, hogy a pénz a szórakozás akadálya legyen. Voltak pókerasztalok, előadások. Annak dacára, hogy 4000-en voltak a hajón, egyáltalán nem tűnt annyinak. Akkora hajó volt, annyi programmal. Az út csúcspontja a bahamai szilveszteri buli volt. 2018-as stílusban. Szilveszter éjszaka volt. Pezsgő a fedélzeten, buli hangulat, csodás volt. Nassau-ba érkeztünk meg... Új évkor. Kimentünk úszni a partra. Ahol élünk, ott általában nem megyünk úszni a tengerbe új évkor, úgyhogy nagyon klassz volt. Az út csúcspontja. De az időjárás megváltozott. És hirtelen bejelentették, hogy evakuálják a szigetet. Láttuk a sötét eget. A hullámok is egyre nagyobbak lettek, és úgy tűnt, hogy egyenesen a bombaciklon szeme felé hajózunk. Egy bombaciklon, egy intenzív forgó hurrikán, ami gyorsan felerősödhet, olykor kevesebb, mint 24 órán belül. Egy hajónál nagyobb az esélye, hogy rosszra fordulnak a dolgok, mivel az óceán közepén van.
A hurrikán idény júniustól november végéig tart, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet abnormális időjárási esemény ezen az időszakon kívül, főleg a tengeren. A tenger kiszámíthatatlan, úgyhogy nem kétséges, hogy ez ijesztő élmény volt Billnek és tányának. 4-5 méter magas hullámok lehettek. Nagyon sokan tengeri betegek lettek. Nagyon ijedt családokat láttunk. A gyerekeken mentőmellény volt, víz öntötte el a szobákat. Két napon át 15 fokban dőlt meg a hajó. Sok ember arcán félelem látszott, hiszen egy hullám során eleshettek volna. Igyekeztem úgy tenni, mintha nem lenne gond, de 48 órán át ez nem lehet. Nem aludtunk. Két kabinunk volt, de egyik éjjel mind együtt aludtunk, mert a közel 80 éves édesanyám félt. Én is féltem. Ijesztő volt. Ez a természet ereje. A félelmet tovább fokozza, hogy nem uraljuk a helyzetet. A második napon látszott a pusztítás. Víz csordogált lefelé, vödrökbe. Bementél az étterembe, és a személyzet megpróbálta elsöpörni a vizet. Törölközők voltak az ajtóknál. A fedélzetről bútorok repültek a tengerbe. Az összes külső területet lezárták. A medencék üresek voltak. Klausztrofóbiásak lettünk, mivel 3 napig a hajóba voltunk zárva. Elkapott a hisztéria. Elfogott a vakrémület, mert a kabinok amúgy is kicsik voltak, de éreztük, hogy mindenhol káosz uralkodik. Valami másnak is kellett lennie. Nyilván, ha repülőn turbulencia lép fel, a légi kísérőre nézel, és ők nyugodtak, akkor azt mondod, rendben. De itt a személyzet is rémült volt. Egy 5-csillagos vakáción elvárod, hogy a személyzet profi és hatékony legyen, és segítsen, hogyha bármi gond van. Senki sem szólt be a hangos bemondókba, hogy volt már példa hasonlóra, hogy biztonságban vagyunk. Senki sem nyugtatott meg, hogy minden rendben lesz. Szerintem itt a lényeg a kommunikáció. Az, hogy rossz idő esetén a személyzet kommunikáljon az utasokkal, hogy megnyugtassa őket. Tényleg azt hittem, hogy nem jutok haza. A kommunikáció hiánya tovább fokozta a hajón a félelmet. Senkit sem láttunk a tengerészek közül. Tehát egész idő alatt olyan bejelentéseket kaptunk, hogy Alvin a fő szórakoztató 2 órakor a fő előadóteremben lesz, és arra gondoltál, nem akarok Alvinnal beszélni, hanem valakivel, aki ért a hajózáshoz. A hajó végül sikeresen átvészelte a ciklont, bár sok utast megrázott a szörnyen végződő vakáció. Megtudtuk, hogy az összes többi társaság a Bahamákon hagyta a hajóit, és nem mentek a viharba. Vagyis nem az istenek hagytak cserben, hanem a hajózási cég akart minket New Yorkban tudni, hogy beszedje a pénzt a következő útra. Megkerestük a Norwegian Cruise Lines-t, de nem válaszoltak. Végül a ciklonban töltött 3 nap után a hajó partot ért. New York felé tartva a balkonon voltam, és a partot néztem, arra gondolva, hogy otthon vagyok, biztonságban, hogy élek. Annak dacára, hogy az egész part romokban volt, Tanya és Bill sikeresen hazaért, boldogan, hogy szárazföldre értek. Amikor hazaértünk, a cég egyetlen kompenzációja egy újabb útra történő engedmény volt. Nem hiszem, hogy ismét hajóra szállok, és elmegyek a Karib-szigetekre. A britek közel 50%-a all-inclusive vakációs csomagokat választ a kényelem miatt, és ha egy 5-csillagos kikapcsolódást választasz, bosszankodásmentes időszakot vársz el. Egy 5-csillagos vakáció legyen tengerparti nyugalom. Ha 5-csillagos hotelre fizetek be, békét és nyugalmat várok. Egyszerűen minden legyen a legjobb. Linda és Phil Cope ápolási asszisztens is erre számított, amikor befizetett az all-inclusive karibi pihenésre. Kellemes, nyugtató vakációt akartunk, ami tökéletesen illik hozzánk. Elkényeztetnek, lazíthatunk, és csak magunkkal törődhetünk. Évfordulónk volt, és egy luxus nyaralásra vágytunk a napfényben. Úgy gondoltuk, Jamaica pont megfelelne. Megnéztük a brosúrákat, és úgy tűnt, ez mindent nyújt, amire vágytunk. Úgyhogy belecsaptunk.
Linda és Phil úgy döntött, hogy az egész 2200 fontos megtakarításukat elköltik egy ötcsillagos nyaralásra a jamaikai Ochorios Hotelben. Az összes pénzünket beleöltük. Ha az történik, amit vártunk, remek nyaralás lett volna. De elég keserű emléket hagyott, ha őszinte vagyok. Az első hét remek volt. Teljes ellátást kaptunk. Egyszerűen tökéletes volt. Elkényeztettek minket. Egy csöndes hotelben voltak, minden békés volt. Bob Marley szólt, rumpuncsot ittak, és jerk csirke volt ebédre. Mindenki azt mondta, semmi baj, igen, haver, tényleg imádták. Mégis a második hét borzalmas lett. Kedd reggel 6:30 zajt hallottunk. Felvettem a köntösömet, és lementem a recepcióra. Azt mondták, hogy dolgoznak a medencénél. Mire én? Nem lehetne később fúrni? Abba hagyták. De reggel 8:00 újra kezdték. Majd este 8:00 folytatták. Arra gondoltunk, kibírjuk, ha csak kisebb felújítás, hiszen valamikor meg kell lennie, mivel egész évben nyitva vannak. De így ment. Tovább. És tovább. Minden nap. Szintiszta. Rémálom volt. Alapvető, hogyha elköltesz egy rakás pénzt egy luxus nyaralásra, elvárod, hogy csönd és nyugalom legyen. A legkevésbé sem akarod, hogy 12 órán át fúrjanak. Azt hittük, a parton nyugtunk lesz végre, de nem. Ott is olyan hangos volt, mint a balkonon. Mintha megkínoztak volna. Kiabálnunk kellett egymásnak, olyan hangos volt. Egy csodálatos, békés reggeli. Fantasztikus! Még amikor este leálltak, akkor sem nyugodtál meg, mert olyan hangos volt, hogy egész éjjel visszhangzott a fejedben. Beszélni akartunk az igazgatóval, de vagy nem volt bent, vagy elfoglalt volt. Végül kaptunk időpontot az egyik délutánra. De azt mondta, hogy ez betervezett munka. El kell végezni, úgyhogy el is végzik. Nagyon határozottan közölnöd kell, hogy nem erre számítottál az ötcsillagos nyaralásodon. Linda is fél gondolt erre, de vajon megfelelő választ kaptak? Gyakorlatilag azt mondta, hogy nem tud más hotelbe vinni. Hogy semmit sem tehet értünk. Bele kell törődnünk. 5. nap, 5. reggeli, és ismét fúrnak reggel 8:00. Dühös voltam, frusztrált és zaklatott. Stresszes vagyok, alig várom, hogy hazamenjünk. Az összes pénzünket elszedték, de közölniük kellett volna a céggel, hogy a hotelben fenntartási munkálatok lesznek. Szerintem nagyon komoly, ha nem tudod kiélvezni a nyaralást, ha nem pihenhetsz. Nem ülhetsz ki a balkonra egy sörrel, egy könyvvel. Bármit is csinálsz, a fúró hangját kell, hogy hallgasd. Megkerestük az utazás szervező céget. Azt kérdezték, reklamáltunk-e. Mondtuk, hogy igen, de csak azt mondták, hogy ha hazaérünk, beszéljünk az erre kijelölt csoportjukkal. De ez sem segít, ha ott maradtál. Egyszerűen nevetséges. Miután Linda és Will jamaikai nyaralása rosszra fordult, a párra otthon még nagyobb bosszúság várt. Az első éjszaka az ágyban feküdtünk, és még mindig hallottuk a fúró hangját. Nem tudtam kiverni a fejemből ezt a hangzavart. Csengett a fülem. Kitartó reklamálás után Linda és Phil visszakapott 1100 fontot, pontosan a felét annak, amit befizettek. Azt mondták, csak a második, kevésbé jó hét miatt fizetnek. Ez nem így működik, főleg, hogy a második héten a hazautazás előtt érte őket a stressz. Az utazás szervező cég azt írta. Sajnálattal értesültünk Cupcake jamaikai tapasztalatáról. Nem volt tudomásunk a karbantartási munkálatokról, amiket az egyik medencénél végeztek, ezért nem tudtuk értesíteni őket az utazás előtt. Megerősítjük, hogy kapcsolatba léptünk az ügyfelekkel a nyaralás után, és megoldottuk az ügyet.
Úgy gondoltam, fogd a pénzt és fuss. Úgyhogy lényegében ezt tettük. Most már nevetünk rajta, de akkor borzalmas volt. Egy ötcsillagos nyaralás sokaknak kivételes, extravagáns és nyugtató út. Egy esküvő tökéletes lezárása is lehet. Szó szerint a nászútjukra mentek, és életük nyaralására vágytak. Egy nászutat az esküvő előtt átlagosan 4 héttel foglalnak le, és sok pénzt költenek arra, hogy megünnepeljék a Frigy megkötését. Az emberek átlagosan 4-szer annyit költenek a nászútjukra, mint egy átlagos nyaralásra, ezért egészen kivételes élményt várnak el. A nyaralás eleje csodás volt. Nem is álmodtam volna, hogy ilyen szörnyűvé válik. Az egyik sebész azt mondta, hogy aznap este amputálni kell a lábamat. 2017. júniusában Victoria Ross és a párja Brian összeházasodtak, barátok és rokonok szűk köre előtt. Csodálatos esküvőnk volt, az év legforróbb napján, majd 48 órára rá már Jamaikában voltunk. Számunkra tökéletes volt. Csodálatos nyaraló komplexumban voltunk, egy hatalmas lakosztályban szálltunk meg. Számunkra ez volt az igazi luxus nyaralás. Úgy gondoltuk, ha már nyaralunk, csobbanunk egyet. Ezt is tették a napi 250 fontos szállás ütemére. Ott voltak abban a hotelben, csodás volt. Számukra maga az éden. Úgy döntöttünk, hogy felváltva pihenünk a medencénél, lazítunk a parton, majd elmegyünk valamilyen programra. Delfinekkel úszkáltunk egy kicsit. A nyaralás első része csodálatos volt. De a nászút vége felé felmerült egy kis gond. Lent voltunk a part egy másik részén, amikor észrevettük, hogy elég sok a szúnyog. A lábam alsó részén pár helyen meg is csíptek. A látszólag ártalmatlan szúnyogcsípésekből sokkal komolyabb probléma lett. Utolsó reggel felébredtem, és gyötrő fájdalmat éreztem a lábamban. Rájöttem, hogy ez nem átlagos csípés. Ha úgy döntesz, hogy egy trópusi országba mész, készülj fel, hogy a helyi állatvilág sok gondot okozhat. Viktóriának nem volt tudomása arról, hogy nem szúnyogcsípésről volt szó. Egy veszélyes remete pók marta meg. Nagy-Britanniában nem igazán hallunk olyan pókcsípésekről, amik nagyon gyorsan végzetesek lesznek. De valójában van pár komoly dolog, amire figyelnünk kell utazáskor. Már a vége felé jártunk, ezért úgy gondoltam, hogy fertőtlenítem, leragasztom és hazamegyek. A repülőtéren fokozódott a fájdalom, de Victoria úgy döntött, kitart, amíg eléri a brit ellátórendszert, és nem marad Jamaikában. Ha olyan reakciót látunk, ami túlmegy egy átlagos szúnyogcsípésnél, kérjünk orvosi segítséget, mielőtt rosszra fordul a dolog. A repülőn borzasztó állapotba kerültem. A fájdalom elviselhetetlen volt. Egy ponton el is sírtam magam. Mire leszálltunk, a sérülésem óriási lett. Vörös és gennyes volt, vérszivárgott belőle. Azonnal konzultált az orvosával, aki antibiotikumot írt fel neki. 4 hétre rá hazaküldték a munkahelyéről, hogy aludja ki a rosszul létét és a lázát. Amikor egy óra elteltével felébredtem, a jobb lábam, mintha felgyulladt volna. Elhúztam a takarót, és láttam, hogy tiszta vörös. Tudtam, hogy ez így nincs rendben, és hívtam a mentőket. Amikor a kórházba értem, megállapították, hogy a vénáim mind összeomlottak, és fertőzés lépett fel. Vérmérgezés alakult ki. A szepszis, vagy vérmérgezés, kontrollálatlan gyulladásos válasz. A seb elfertőződött. Kezelés nélkül a szervek leállásához és halálhoz vezethet. 10 óra alatt az egykori apró kis hólyag szinte dinnye méretűre nőtt. Végig azt hittem, hogy nagyobb már nem lehet. Nagyobb már nem lehet. Annyi folyadék volt benne, hogy pánikba esett. Érzi, ha ezt csinálom? Nem. Jó, nincs szükség érzéstelenítésre. Úristen, a félelem! El tudják képzelni? Nemrég mentek férjhez, szexik és gyönyörűek akarnak lenni, és így kezdődik a házasság. Borzalmas. Miután kifakadt, a folyadék mindenfele kifolyt, le a padlóra. Bocsi, majdnem önre ment. Azt hittük, hogy jó, kifolyt a folyadék, már csak gyógyulni kell.
De 5 órán belül újra megtelt. Este 6-7 óra körül lehetett, amikor bejött az egyik sebész, és magyarázat nélkül azt mondta, hogy készen áll a sebészcsapat, és még este amputálják a lábamat. Ekkor ránéztem Brianra, és sírva fakadtunk. Hát nem borzalmas? Épp új életet kezdesz, és elveszítheted a lábad egy pókcsípés miatt. A fertőzés tovább terjedt, de az orvosok tettek egy végső kísérletet, hogy antibiotikum kezelésre megállítsák. Ha ismét vérmérgezés lépett volna fel, akkor teljesen kizárt volt, hogy az orvosok meg tudnak menteni. Vasárnap reggel ránéztem a lábamra, és fekete volt. Ez annak a korai jele, hogy a fertőzésből nem lehetséges felépülni. Borzalmas, ha rádöbbensz, hogy elveszítheted a lábadat. Annyira sajnálom Bryant, aki tehetetlenül állt ott. Az amputálás tűnt az egyetlen megoldásnak. A sebészem a műtőben volt, de lejött még teljesen bemosakodva. Megmutattam neki a lábam, mire azonnal elrohant. Tudtam, hogy bajban vagyok. Miután specialistákkal konzultáltak, kiderült, hogy a Victoria lábán látható sötét szín szövetelhalásból származik, és nem a szepszis okozta gangréna. Kedre elkezdtem magam jobban érezni, rájöttek, hogy képesek kezelni, ezért nem amputálták a lábam. Victoriát kiengedték, de ez nem volt sima ügy. 2 hónapba telt, mire ismét járni tudott, és mindig érzékeny lesz a fertőzésekre. Gyakorlatilag az életemet köszönhetem az Erdél kórház orvosainak. Csodálatosak voltak. Ha ők nincsenek, ma nem lennék itt. Ha a nászutadról van szó, szeretnéd felidézni a kedves emlékeket a romantikus útról. De ez a szegény nő sosem tud így visszagondolni a nászútjára. Szeretnék ismét luxus nyaralásra menni. Szeretném újra átélni a Briannel való nászutamat, de biztosan nem ott, ahol veszélyes csúszómászok élnek. Vannak, akiknek egy 5 csillagos nyaralás esély egy jó kis lazításra, de vannak, akiknél más a helyzet. Az emberek szeretnek bakancslistázni, bungee jumpingozni, ejtőernyőzni, siklóernyőzni. Sok embernek ez az izgalmas, de az izgalommal baleset és egyéb is járhat. A síelésnél rosszabbat nem ismerek. Nem ismerek olyat, aki síelni volt, és nem lett valamilyen baja. El tudom képzelni, hogy eltörik a lábuk, eltörik a kezük. Jól akarod érezni magad, hogy fújja a szél a hajad, de ekkor történhetnek csúnya dolgok. A statisztikák szerint a fiatal családok utaznak a legtöbbet. Így nem csoda, hogy a turisztikai szolgáltatók rengeteg 5 csillagos lehetőséget kínálnak a tökéletes családi mókázásra. A teljes ellátás tökéletes, ha gyerekeid vannak. A büféasztalon bőséges a választék, és annyi jégkrémet ehetnek, amennyit akarnak. Mindig benne van az árban. De ha valami szörnyűség történik, annak sokkal nagyobb ára van. Mintha a pokolban lettünk volna. Egymásra néztünk, és azt mondtuk, valamit tennünk kell, különben elveszítjük a gyermekeinket. Billy Baker és partnere Reese Monksfield 6000 fontot költött, hogy a 3 gyermekükkel egy 5 csillagos nyaralásra menjenek a Dominikai Köztársaságba. Úgy döntöttünk, hogy valami varázslatosat teszünk abban az évben. Keményen spóroltunk, sokat dolgoztunk. Ha valami ilyesmit foglalsz le, szeretnél kimenni és csak nyugodtan pihenni. Odaértünk, az idő remek volt, alig vártuk, hogy a szobánkba menjünk, felvegyük a fürdőruhát, és irány a medence. Másnap volt a lányunk szülinapja, és már nagyon vártuk. Sienna 5. szülinapjának az estéjén a hotelben különleges japán teppanyaki est volt, így a család stílusosan ünnepelhetett. Aznap este a fiunk megbetegedett. Egész éjjel nagyon rosszul volt. Majd a lányunk lett nagyon rosszul. Szörnyű állapotba kerültek. Amikor a gyerekek nagyon betegek és hánynak, sokkal gyorsabban kiszáradnak, mint a felnőttek, és elég veszélyessé válhat a helyzet. Az idő is meglehetősen meleg volt, úgyhogy a srácok egyre rosszabbul lettek. Végül pokoli lett a helyzet. A hotel orvosa megvizsgálta a 12 éves Tomit és az 5 éves Sienát, miközben apuka a biztosító társaságot hívta, hogy meghatározzák a legjobb kezelést. A biztosító megnézte az anyagot és egy helyi kórházat javasolt. A hotelban lévő orvos azt mondta, hogy nem, az sokkal jobb. Amint a kórházba értünk, rájöttünk, hogy nem a legjobb hely, inkább börtönre hasonlított.
Sajnos rengeteg olyan esetről tudunk világszerte, amikor a hotelek jutalékot kapnak orvosoktól és kórházaktól, hogy hozzájuk utaljanak beteget. Nem viseltek kesztyűt, minden mocskos volt. Nem értem, hogyan küldhet egy turisztikai cég bárkit is egy ilyen igénytelen kórházba. A helyzet egyre rosszabb lett, és szóltunk, hogy tenni kell valamit. Elég volt. Tominál és Sienánál szalmonella mérgezést diagnosztizáltak, amit a teppanyaki vacsorán kaptak el. A nem teljesen átsült húsokon maradt szalmonella végzetes lehet. A gyermekeink vért hánytak, és kértem az orvosokat, könyörögtem nekik, hogy segítsenek a gyermekeimen. De csak annyit mondtak, hogy ez normális. Azt mondtuk, innen mennünk kell. Ekkor lett még érdekesebb a dolog. Igen. A fegyveres biztonsági őr közelebb jött a szobánkhoz. Azt követelték, hogy fizessük ki az orvosi számlát, mielőtt elmegyünk egy másik kórházba. Annak dacára, hogy a biztosítótársaságunk már kapcsolatban volt a kórházzal. Ezen a ponton azt gondolhatták, hogy akár el is veszíthetik a gyermekeiket. De a kórházat csak a pénz érdekelte. Minél tovább vannak bent, annál többet kérhetnek. Felhívtam a brit követséget. Segítség kell. Van egy... Ki kell jutnunk innen, különben meghalnak a gyermekeink. A biztosító cég szerint más esetekben is voltak már hasonló problémák abban a kórházban. A tény, hogy emögött a hotel állt, hogy átverték őket, egyszerűen szörnyű. Úgy 6-7 óra elteltével megjelent két mentőautó. De nem engedték be a mentősöket a kórházba. Amíg valaki nem fizet nekik. Ott volt két nagyon beteg gyermek, és ott volt a fegyveres biztonsági őr. Úgyhogy le kellett mennem, és ki kellett fizetnem úgy $5000. Az összeg kifizetése után már a mentőautókba tehették a 12 éves Tomit és az 5 éves Sienát, hogy másik kórházba menjenek. Tiszta volt, kesztyűt viseltek, együtt éreztek velünk. Biztonságban éreztük magunkat szemben a másik kórházzal. Mintha csoda történt volna, hirtelen felragyogott a fény, és volt remény a gyerekeink számára. Az orvos elképett, milyen rosszul vannak. Azt mondta, hogy még pont időben kerültek át. Igen, és 24 óra alatt csodálatos módon felépültek. Felültek, ettek, beszéltek, miközben előtte csak nem 4 napig nem tették. Ha van 3 gyermeked, és abból 2 szinte az egész nyaralás alatt beteg, az kész rémálom lehet. Az, hogy elhoztuk őket a másik kórházból. Elnézést. Elnézést. Jól vagy. Igen. Hogyha beszélsz róla, miután megpróbálod elfelejteni, amikor hazaérsz, újból felidézed, hogy mi történt, és ez előhozza azokat az érzelmeket, amiket éreztünk, amikor azt hittük, hogy elveszíthetjük a gyermekeinket, és amikor megmentették az életüket a másik kórházban. Másnap megkapták az igazolást, hogy repülhetnek. A család már is haza akart menni, de ki kellett fizetniük a repülőjegyet, hiszen a tervezetnél 1 héttel korábban utaztak. Úgy örültem, hogy otthon vagyunk. Egyenesen a helyi kórházba mentünk. A legkisebbnél 9 hétre rá tesztet végeztek, és még mindig jelen volt a szalmonella a testében. Ez a történet arra emlékeztet, hogy legyünk kapcsolatban a biztosítótársaságunkkal, és tegyük azt, amit ők mondanak, még akkor is, ha valami egészen másra bíztatnak minket a hotelben, mivel nem mindig a mi érdekünket nézik. A társaság felajánlotta, hogy visszatéríti a teljes árat, amit kifizettünk a nyaralásért, de ezen felül semmi mást. A kórházi számlára és a hazaútra a család 20000 fontot költött. Most perlik az utazási irodát az összeg miatt. A biztosító cégük szerint... Az ügyfél biztosítása a bankszámlájához járt, és csak Európára érvényes. Ezt kiegészíthetik más úti célokra, de az ügyfél ezt sajnos nem tette meg. Ennek okán nem fogadjuk el az orvosi költségek megtérítésével vagy a korai hazautazással kapcsolatos igényt. A turisztikai cég szerint. A múlt évben számos alkalommal próbáltunk kapcsolatba lépni az ügyféllel, és felajánlottuk az út árának a visszatérítését, de semmilyen választ nem kaptunk. Megkérnénk Miss Bakert, hogy lépjen velünk kapcsolatba, hogy megoldhassuk a problémát. Szeretnénk biztosítani az ügyfeleinket, hogy rendszeresen ellenőrizzük az összes hotelt a higiénés és egyéb biztonsági szabályok betartásával kapcsolatban.
Elmész ezekre a csodás nyaralásokra, a cégek reklámozzák a gyönyörű tengerpartokat. Ez a srácoknak jó móka, csodálatos, remek élmény. De ha valami rosszra fordul, igazi pokol lesz. Egy ötcsillagos nyaralás nem mindig azt jelenti, hogy koktéllal a kézben a parton ücsörgünk. Vannak, akik több izgalomra vágynak. A 21. századi utazások legfőbb öröme, hogy mindenféle kalandokra mehetsz. Bármit szeretnél, megteheted. Bizonyára ez járt Amy Stone fejében is, amikor útnak indult. Szerettem volna részt venni a második kaland merülésemen. Ennek következtében bénultam le. A Surreyből származó Amy és a barátja Richard 2015-ben 6 hónapon át csavargott világszerte. Elmentünk Malajziába, és 5 hétig maradtunk. Állatok rehabilitációjával foglalkoztunk, mint önkéntesek. Miután beutaztuk Indonéziát, úgy döntöttünk, ideje egy kis luxusnak, és elmentünk Gili Airbe. Gili Air egy apró sziget az indonéziai Lombok partjainál, a búvárok édene. Azért választottuk, mert az volt az egyik legjobb búvárüdülő a szigeten. Egy indonéziai merülés elvileg egy életre szóló élmény. A tengeri élővilág lenyűgöző látvány. Miután frissen megszerezte a PADI végzettséget, Amy alig várta az indonéziai utat. Korán felkeltem, reggeliztem és mindent megettem, amit merülés előtt kell. Majd lemerültünk, de sokkal mélyebbre, mint ahogy a vezető mondta, aki 10-15 métert említett. Végül 30-ig mentünk le. Elég viccesen éreztem magam felfelé jövet. Amint kijöttem a vízből, mindenhol villogó fényeket láttam. Elszédültem, nem tudtam, hol vagyok. Az oktató azt kiabálta, hogy menjek oda, de nem tudtam megállapítani, hol vannak. Kihúztak a hajóba, és visszavittek az üdülőbe. Ezen a ponton már nem éreztem a karom. Ez már ott nagyon ijesztő volt a számomra. Felborultam, és elestem, és rádöbbentem, hogy a lábaim nem működnek. Egyik merülésvezető sem tűnt nyugtalannak. Azt mondták, hogy ez normális, és csak túlerőltettem magam. Hogy csak felhúztam magam, és pánikba estem. Először csak annyit tudtam, hogy van egy kis gond. Kaptam egy SMS-t Richardtól, miszerint Amy lábával van egy kis baj. Azonnal aggódni kezdtem. Amy merült, és ez komoly dolog. Kértem a szakértőket, hogy mondják el, mi a probléma, és azt mondták, pánikrohamom van, és fáradt vagyok. És én hittem nekik. Amy nem tudott járni, és azt mondták neki, hogy csak pánikba esett. Persze, hogy pánikba esett. Felfoghatatlan, hogy a búvár szakértők nem ismerték fel a dekompressziós betegséget. A dekompressziós betegség vagy Kesson betegség akkor lép fel, amikor egy búvár gyorsan jön fel egy magas nyomású környezetből egy alacsonyabbba, például ha felszínre jön. A nitrogén buborékok ilyenkor végzetesek lehetnek. Ez a legalapvetőbb dolog, amit fel kellene ismerniük, ha valakit merülni visznek. Felmerült, hogy dekompressziós betegségem lehet, de elvetették, mert nem voltam elég mélyen, és lassan jöttem a felszínre. Beírtam a tüneteket a keresőbe, és az az eredmény jött ki, hogy ez a dekompressziós betegség legsúlyosabb formája, és végzetes lehet. Egy óra elteltével Amy lebénult. Csak ezen a ponton, amikor már 6 óra telt el a merülés óta, döntöttek úgy, hogy kórházba kell vinni. Hihetetlen, hogy ilyesmi történt egy híres ötcsillagos búvárüdülőben. Amy-t hajóval egy szomszédos szigetre vitték, onnan 1 óra autóút volt a kórházig. Addigra sok időt veszítettek különféle vizsgálatokkal, holott a legjobb kezelést a kikötőben kaphatta volna, amely mellett elhaladt úton a kórház felé. A dekompressziós kamra csökkentette volna a vérében lévő buborékok méretét, megelőzve a további károsodást. Nagyon rövid idő alatt a dekompressziós kamrába kell érni, hogy maximális legyen a felépülés esélye. Úgy este 10 óra felé kerültem a dekompressziós kamrába, és reggel 8 órakor merültem.
Addigra már teljesen lebénultam. Nem tudtam kontrollálni a húgyhólyagomat, és egyáltalán nem éreztem a lábamat. Ez okozta a ma is fennálló sérülésemet. Amy 4,5 éven át küzdött, hogy ismét használni tudja a lábát. Az 5 csillagos nyaralása szörnyű véget ért, és súlyos hatása lett rá és a családjára. Erre nem vagyok képes. Számára szörnyűek a hosszú távú következmények. Fel! Ez jó volt. Jó vagy? A legnagyobb problémám az volt, hogy a hólyagomba katétert kellett vezetni. És sajnos még ma is rászorulok. Amy törvényi úton próbált kompenzációhoz jutni, ám ez nagyon költséges lett volna. Le kellett mondania a per indításáról, itt semmit sem kapott. A búvár üdülő szerint... Az ügyvédeink találkozójának eredményeként megállapítottuk, hogy a társaságunk részéről nem történt eljárási vagy technikai hiba, vagy illegális cselekvés. Amy nem indított pert ellenünk, nem tudja bebizonyítani, hogy bármit rosszul csináltunk volna. Elindítottuk az elsősegélynyújtás folyamatát, mialatt Amy nálunk tartózkodott. Az, ami az utazásuk fénypontja lett volna, valódi rémálommá változott, sorsfordító következményekkel. Talán az első év volt a legnehezebb. 25 évesen nem tudtam elmenni és inni egy italt anélkül, hogy ne pisiltem volna be, vagy nem tudtam felszállni egy vonatra úgy, hogy ne essek el. Anyaként nagyon nehéz látni, hogy a gyerekemmel mi történt. Amy sérülései örökre megmaradnak, és még 4 év elteltével is mélyen bánt az, ami vele történt. Nagyon szeretnék neki segíteni, de képtelen vagyok, és ez nagyon fáj. Nagyon nehéz volt elfogadni, hogy már örökké ilyen leszek. Las Vegas, a fények városa. A tökéletes vidámpark felnőtteknek. Ez a világ szórakoztató fővárosa. Az év minden napján emberek sokasága megy szórakozni oda. Itt korlátlanul költheted a pénzed. Vegas a következő szint, ha a fényűzésről és pompáról van szó. Ez a gazdagok édene. Ott vannak a mesés kaszinók, az elképesztő hotelek. Igazi vonzerő valakinek, aki meg szeretné élni, mi az a luxus. Ezért döntött úgy Judy és Ian Cook, hogy Vegasban házasodnak össze. Elmegyünk egy csodás 5 csillagos hotelba, Vegasban leszünk, összeházasodunk, az lesz a nászutunk. Majd megérkeztek a rendőrök, és szóltak a szirénák. Kiderült, hogy borzasztó dolgok történtek. Gyerünk, gyerünk! 2017. szeptemberében Ian és Judy szíve vágya egy privát esküvői szertartás volt, Vegas mókái és mulatságai közepette. Vonzott minket a fény és a csillogás. Sok híres ember esküdött Vegasban. Csatlakozni akartunk hozzájuk. Ez volt az álmunk, a tökéletes esküvő és a tökéletes nászút. Az esküvőt az út első hetére tervezték a legendás Graceland kápolnába. Maga az esküvő csodálatos volt, annyira nyugis, és a kápolna gyönyörű volt. Ezennel férjnek és feleségnek nyilvánítalak titeket. Csókoljátok meg egymást. A legboldogabb nap. Igen, ott volt az a két ember, igen, aki számít. A friss házasok az 5 csillagos MGM Grandben szálltak meg, Amerika egyik legnagyobb és legcsillogóbb hoteljében. Csodálatos volt, egyszerűen csodálatos. A szobák pompásak. Van egy nagy kaszinó és különböző éttermek, ami nagyon klassz volt. Kicsit más, mint a kemping. Egy életre szóló kaland. Az álomnászút váratlan fordulatot vett. Úgy egy hete lehettünk ott, amikor korán visszavonultunk. Ittunk valamit a szobánkban, és az, amit tűzijátéknak hittünk, kint történt, nem messze a szobánktól. Először kinéztünk az ablakon, hogy lássuk, mi folyik. Gondoltuk, hogy ez Vegas. Tűzijáték van, és mindenki jól érzi magát. Rosszul hangzik. Egyáltalán nem tűzijáték volt. A tér túloldalán álló Mandalay Bay Hotelből jött, a zenei fesztiválra érkezett tömeg irányába.
rohanó embertömeget láttunk. Emberek feküdtek az autók alatt. Megyek! Megyek! Autók ütöttek el embereket. Pánikba esve vezettek. Szintiszta horror volt. És pánik. És azonnal adták a hírekben. Hallani lehetett, hogy egy erős gépfegyverrel lőnek. És hamar nyilvánvaló lett, hogy szörnyű dolgok történnek. Amellett, hogy a káosz fölött álltak, látták a támadót. El sem tudjuk képzelni, mint mentek keresztül. Ne menjenek a Mendeley Bay-hez. Több lövést adtak le. Ne menjenek a Mendeley Bay-hez. Nem lehet elmagyarázni, az agyat fel sem bírja fogni, hogy mi történik éppen. Filmekben látunk ilyesmit, de a való életben nem igazán számítunk rá. Mindez tovább súlyosbítja a traumát, amit az ilyen tragédia látványa okoz. Rettenetesen féltem. Bezártuk az ajtót, leoltottuk a lámpát, kikapcsoltuk a telefont. Hallottad? Szürreális volt. Igen. Felfogni, hogy ilyen közel vagyunk a szörnyűséghez. A legrosszabb az volt, hogy semmit sem tehettél senkiért. Nem. Ahogy elterjedt a hír, Judit és Ian-t hívogatni kezdték az aggódó rokonok. Amikor látták a híreket, és tudták, hogy Vegasban vannak, és belekeveredhettek mindebbe, ilyetten próbálták megtudni, hogy minden rendben van-e. Egy skóciai, nagyon kicsi, nagyon csendes faluból jöttünk, erre ilyen helyzetbe csöppentünk. Egyszerűen alig tudtuk felfogni. Amikor a kommandósok megtámadták a Mendeley Bay Hotel 32. emeletét, megtalálták a támadót, a 61 éves Steven Paddockot. Megölte magát, és sok kérdést nyitva hagyott. Másnap úgy döntöttünk, hogy kimegyünk a stripre. Síri csend honolt. Golyónyomokat láttunk az autókon. Még ott voltak a mentőautók, és holttestek hevertek ott, ahová estek. Nagyon szomorú volt. Attól a naptól a nászútnak vége volt. Annyian mondták, hogy menjünk le, megnézni egy műsort, vagy szálljunk fel helikopterrel és hasonlók, de képtelenek voltunk rá. 58 ember halt meg, és 851-en sérültek meg. Előtte egy nappal sétáltunk el arra felé, ugye? Még a koncerten is gondolkodtunk, de egészen másként döntöttünk. Szerencsénk volt, hogy aznap éjjel nem mentünk le. Igen, határozottan. Hálásak vagyunk az életünkért, és minden pillanatot megélünk. A nászutad az egyetlen vakációd, amit soha életedben nem akarsz elfelejteni a jó emlékek miatt. Aznap Vegasban lenni, amikor valaki megőrül, és automata fegyverekkel kezd lőni az ártatlan emberekre, az olyasmi, amit ezek az emberek soha életükben nem fognak elfelejteni. Tudják, gyakran eszembe jutnak az áldozatok. Csak úgy tudok küzdeni ez ellen, hogy felidézem a jó dolgokat, azt, hogy ott házasodtunk össze. De soha nem felejtem el a vegasi áldozatokat.